Szeretettel köszöntelek ismét benneteket, kedves érettségiző diákok! Mihály Falvi Katalin vagyok, a Kolozsvári Református Kollégium biológia tanára. Az érettségi vizsga nemzeti tanterve alapján a biológia egy írásbeli próba, profiltól és szaktól függően. Két választható tananyag rész van, az egyik az általános biológia, a 9-10. Osztályban tanult anyagrészekből, a másik pedig a 11 és 12. osztályban tanult az ember anatómiája és élettana genetika fejezetekből. A mai alkalomra egy olyan gyakorló tesztet hoztam, amely a 2021-es tesztek között szerepelt, a 3-ast, minden vizsgatétel biológiából 3 részre bontható, részenként pedig 30-30 pontot érnek. Ezeken a tételeken belül több típus feladattal lehet találkozni. Nézzük is az 1-es tétel, a pontját írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes állítást kapunk. Ez egy 4 pontos kérdés. A szív működéséről olyan funkcionális paraméterek által kapunk képet, mint például. A képen láthatjátok az egyik ilyen funkcionális paramétert, ez az EKG, vagy elektrokardiogram, amely a szív elektromos működésének grafikus ábrázolása. Itt 3 hullámot lehet észrevenni, a P hullám, amely a depolarizációt jelöli, a QRS hullám a kamrák depolarizációját, és a T hullám pedig a kamrák repolarizációját jelöli. De ugyancsak funkcionális paramétereknek tekintjük a vérnyomás értékét, vagy a szívhozam, illetve a szisztolés hozam értékeit is. A szívhozam értékét a szisztolés hozam és a szív frekvenciájának szorzatából számíthatjuk ki. Két fogalmat kell csak feltüntetni a vizsgalapra. A B alpont nevezze meg a herék két alkotó részét, és társítsa mindkettőt egy-egy szerepével. A heréknek több alkotó része is van, kívülről egy kollagénben gazdag rostos tok borítja, ennek a szerepe a védelem. Utána a herelebenykéket elválasztó sövények találhatók. A herelebenykékből egyenes csatornácskák, herecsatornácskák lépnek ki, amelyek a spermiumokat vezetik, ezek majd elágaznak és a rététésztész csatorna rendszert hozzák létre. A herelebenykéken belül pedig megkülönböztetünk kanyarulatos herecsatornácskákat, illetve a herecsatornácskák között interstíciális úgynevezett Leydig-féle sejteket. A herecsatornácskák a spermatogenézisben vesznek részt, míg az interstíciális sejtek androgén hormonokat termelnek, azaz férfi nemi hormonokat, többek között a tesztoszteront. A C feladat egy feleletválasztós, írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. Az első kérdés a vállőv csontja, a kulcscsont, a medencecsont, a felkarcsont, vagy pedig a kereszcsont. A képen látható a vállővet alkotó két csont, a lapocka és a kulcscsont, tehát a helyes válaszunk a kulcscsont lesz. Ez a vállőv kapcsolja gyakorlatilag a felső végtagok vázát a törzs vázához. A második kijelentés a méhfüggelékgyulladás, vagy adnexitis, a következő szervrendszer megbetegedése. Tudniillik a méh a szaporító rendszernek a szerve, így tehát a méhfüggeléket érintő gyulladás a szaporító rendszeri megbetegedések közé sorolható. A harmadik az alsó végtagizma, a szabóizom, a deltaizom, a ferdehasizom vagy a trapézizom. Az ábrán láthatjátok feltüntetve az alsó végtagok izomcsoportjához tartozó leghosszabb izmot, a szabóizmot. A deltaizom az a vár részen helyezkedik el, a ferdehasizom a törzs szomatikus izomcsoportjához tartozik, míg a trapézizom szintén a törzs részén található háton. A 4-es a durva tapintás információit a következő idegpálya szállítja. A gerincfelő nyúltagyi vagy spinobulváris pálya, gerincfelő kisagyi vagy spinocerebelláris, előső spinotalamikus vagy pedig oldalsó spinotalamikus pálya. Ez a 4 pálya az érző pályák vagy afferens felszálló pályák közé tartozik, mert áthaladnak a gerincfelőn és az agyvelő irányában futnak. Érző információkat szállítanak. A gerincfelő nyúltagyi vagy spinobulbáris pálya
A gerincvelő hátulsó kötegében helyezkedik el, és a finom tapintás és rezgés érzékelés információit szállítja a bőrtől. A gerincvelő kisagyipája az oldalsó kötegrendszerben halad a gerincvelőben, a kisagy irányában az izmoktól szállít érző információkat, az elülső spinotalamikus pálya az elülső kötegrendszerben halad, és a durva tapintás információit szállítja, míg az oldalsó spinotalamikus pálya a fájdalom és hőérzékelés információit továbbítja a bőrtől az agykéreg irányában. Tehát a helyes válaszunk a C, az elülső spinotalamikus pálya a durva tapintás információit szállítja. Az ötödik, az akromegália a következő mirigy megbetegedése. Az akromegáliát felnőtt korban a szomatotróp hormon, vagy növekedési hormon túlműködése, tehát túlzott termelése okozza, az STH-t pedig az adenohipofizis termeli, vagyis az agyalapi mirigy elülső lebenye. Helyes válaszunk tehát a B. Ne felejtsétek el, hogy a vizsgalapra mindig a kijelentések helyes válaszainak betűjét tüntessétek csupán fel, nem kell átmásolni. Az első tételsor utolsó feladata, olvass el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha igaznak ítéli, írjon a vizsgalapra kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. Tagadó kijelentés nem elfogadott. A szomatikus idegrendszer ingerlése kiváltja a pupilla szűkülését. Nézzük meg az ábrán a pupilla szűkülés és a pupilla tágulás paraszimpatikus, illetve szimpatikus vegetatív idegrendszeri hatások eredményeképpen jön létre. Tehát a kijelentésünk hamis, ugyanis a vegetatív idegrendszer ingerlése váltja ki a pupilla szűkülését. A két folyamatban a szivárványhártya körkörös, illetve sugárizmainak az összehúzódása során jön létre, tehát a pupilla szűkülés, vagy miózis, és a pupilla tágulás, vagy midriázis. A második kijelentés, a Basedow-Graves szindrómát a pajzsmirigy hormonok hiperszekréciója váltja ki. A pajzsmirigy által termelt hormonok a tiroxin és a triodtironin, ezeknek hiperszekréciója valójában a Basedow-Graves kort okozzák. Tehát kijelentésünk igaz. Logika szerint menve a harmadik kijelentés hamis kell legyen, mert a három kijelentés közül kettő mindig hamis. Az egyensúly érző analizátor központi szakasza a belső fülben található. Mint minden analizátornak a központi szakasza az agytéregben található érzőmező, tehát a kijelentésünk hamis, vagy úgy javítjuk ki, hogy a központi szakasz az agytéregben található, vagy pedig a belső fülben, ugye tudjuk, hogy a receptor szakasz helyezkedik el, tehát a központi szó helyett receptor írunk. A második tételsor első feladata, a molekuláris genetika feladat egy típus feladat, a következőképpen hangzik, az eukarióta szervezetek genetikai állományát DNS alkotja, amely nukleotidoknak nevezett egységekből épül fel. A. Jelölje meg a DNS két szerkezeti jellegzetességét. Az ábrán láthatjátok, hogy a DNS két polinukleotid láncból álló makromolekula, ezek spirálisan fel vannak csavarodva, tehát ez már is két jellegzetesség. A két polinukleotid láncot hidrogénhídok kapcsolják össze, ez is egy jellegzetesség. A hidrogénhídakat alkotó nitrogénbázisok pedig komplementer módon kapcsolódnak, az adenin mindig a timinnel, a timin pedig az adeninnel, illetve a guanin a citozinnal, a citozin pedig a guaninnal. És a két polinukleotid lánc irányítottsága antiparallel, azaz egymással ellentétes, az egyik 3-5, a másik 5-3 irányítottságom. A B egy számításos feladat, egy fehérje szintézise egy 732 nukleotidból álló kétszálú DNS információja alapján történik, amelyből 118 nukleotid timint tartalmaz. Állapítsa meg a következőket. A guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszból, itt le kell írni a feladat megoldásának minden lépését, a kétszálas DNS szakaszban található kettős és hármas kötések számát,
az 5-3 irányú komplementáris DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a 3-5 irányú szakasz nukleotid sorrendje a következő, CGTA, TTA, GC. Na most, ismervén, hogy az össznukleotidok száma 732, ez azt jelenti, hogy az adenin, timin, citozin és guanin tartalmú nukleotidok összege ennyi. Ismerve azt is, hogy a feladat megadja, 118 timinünk van, ezeknek száma pedig az adeninek számával megegyezik, összegük 236 lesz. Ha az össznukleotidok számából kivonjuk az adeninek és a timinek összegét, megkapjuk a citozinok és a guaninok számát. Ezek számszerűen ismét megegyeznek, tehát a guanin tartalmú nukleotidok számát végül úgy számoljuk ki, hogy a 496-ot elosszuk kétfelé, és az eredményünk 248 lesz. A kétszálas DNS szakaszban található kettős kötések száma 118, mert az adenin és a timin között alakul ki, és a hármas kötéseink száma pedig 248, mert a citozin és a guanin között hármas hidrogén hidak vannak. A 3-5 DNS szakasz komplementáris nukleotid sorrendje a következő. Először is megváltozik az irányítottság, 5-tel kezdünk, és 3-mal fogunk végezni, és minden egyes nitrogén bázisnak a komplementerét fogjuk leírni, tehát az eredmény GCATAACG. Az utolsó alpontja ennek a feladatnak, egészítse ki a feladat B pontját egy újabb követelménnyel, és válaszolja meg azt. Mi sem könnyebb, mint egy olyan követelményt írjunk fel, amiben nem igazán tévedhetünk, ugyanis a feladatunknak a B pontjában kért egy komplementáris szakasz, mégpedig a DNS komplementáris szakaszát, úgyhogy kérhetjük egészen nyugodtan a hírvivő RNS nukleotid sorrendjét ugyanarra a szakaszra, amit megadott nekünk a B alpontba. A követelmény így szól, állapítsa meg az 5-3 irányú komplementáris mRNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a 3-5 irányú CGTA, TTAGC DNS szakasz nukleotid sorrendjét másolja le. És akkor a válaszunk majdnem egy az egybe ugyanaz lett, mint az előző pontban a komplementáris DNS szakaszunk. Egyetlen különbséggel, amire nagyon jól figyeljetek mindig oda, hogy a hírvivő RNS-ben és amúgy az RNS makromolekulában nincsen timin nitrogénbázisunk, hanem helyette mindig uracil van, tehát a T betűk helyett az 5-3 szakaszban U betűk fognak szerepelni. A második tételsor B feladata a vércsoportokkal kapcsolatos. Egy kórház páciense sebészeti beavatkozáson esik át, és szüksége lesz egy kis mennyiségű vérátömlesztésre. A kórházban jelentkezett több véradó személy. Tudva azt, hogy a páciens AB és RH negatív vércsoportú, állapítsa meg a következőket. Az AB vércsoportra jellemző agglutinogén antigén típusokat. A táblázatban megvannak az AB0 rendszerre jellemző antigének, illetve antitestek. Az antigének, amelyek a vörös vértestek sejthártyájához kapcsolódó fehérje molekulák, az antitestek pedig a vérplazmában található fehérje molekulák. Az AB vércsoportra így leolvashatjuk, hogy a jellemző agglutinogének az A, illetve a B. Két példát a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportra, és indokolja meg válaszát. A transzfúziós szabály értelmében és a modell alapján azt is leolvashatjuk, hogy egy AB vércsoportú személynek bármilyen vércsoporttól rendelkező másik személy adhat vért. Tehát A-tól is, nullától is, B-től is, AB-től is kaphat, hiszen egy általános donor. Ezek közül csak kettőt kell felírni. Ugyanakkor a vérátömlesztéshez, ha a feladat megadja, hogy a páciensünknek milyen az RH-ja, akkor az RH kompatibilitást is le kell ellenőriznünk, ha egy RH negatív vérrel rendelkező személynek csak RH negatív adhat vért. A feladatomnak a megoldása következőképpen hangzik, a vérátömlesztéshez felhasználható vércsoportok, tehát az AB RH negatív és a nulla RH negatív, de nulla helyett tehetnék ARH negatívot vagy BRH negatívot akár, azért, mert a transzfúziós szabály értelmében a donor antigénje nem találkozhat az acceptor vérplazmájában lévő homológ antitestekkel. Az AB donor ugyanolyan antigénnel rendelkezik, mint a páciens, míg a nulla vércsoportú donoroknak nincsen antigénjük.
C. Annak a következményét, ha a véráltömlesztés olyan vérrel történik, ami az RH rendszerben összeférhetetlen személytől származik. Az RH rendszerben összeférhetetlenségről beszélünk abban az esetben, ha egy RH negatív személy RH pozitív személytől kap vért. Ilyenkor a befogadó vérében bekerülnek a D-antigént viselő vörös vértestek, és immunreakciót váltanak ki, ami azt jelenti, hogy elkezdődik az anti-D-antitestek termelődése. A D-antigének az anti-D-antitestekkel agglutinálódnak, és hemolízist, azaz a vörös vértestek szétesését okozzák. D. Egészítse ki a B feladatot egy újabb kérdéssel, majd válaszolja meg azt. Legegyszerűbb mód, hogy ne hibázzatok, valamelyik vércsoportnak az antigénjét vagy antitestjét kérjétek, vagy a páciensét, vagy pedig valamelyik donorét, csak ellenőrizzétek le, hogy előzőleg a feladatban ez ne lett volna már követelmény. Nevezze meg a páciens agglutininjeit vagy antitestjeit, hiszen az előzőkben az antigénjeit kérte a feladatunk, tehát mehet ez a kérdés, a páciens, mivel ABRH negatív, nem rendelkezik agglutininekkel. Az utolsó tételsor első feladata a kiválasztás a szervezetnek az egyik alapvető működése. Nevezze meg a vizelet képződésnek három szakaszát. Az ábrán lehet látni mindhárom szakaszt a nefronban. Az első szakasz a szűrés, vagy a filtráció, amikor a vérplazma átszűrődik a nefron kanyarulatos csatornácskáiban. A második nyílon lehet látni, hogy a reszorpciót, vagy a visszaszívódást ábrázolja, amely során bizonyos anyagok visszakerülnek a peritubuláris hajszálerekben. És a harmadik folyamat az pedig a szekréció, vagy kiválasztás, amikor bizonyos anyagok a nefron csatornácskáiba kerülnek vissza. Írjon egy érvet a következő kijelentés alátámasztása érdekében. A vesék a kiválasztásban szerepet játszó szervek. A veséknek a szerkezeti és működési egysége ugye a nefron. A nefronok szintjén történik meg a vizelet képződése, amely során a vérplazma által szállított metabolitok vagy anyagcseretermékek, a fölösleges vagy pedig a szervezetben bekerülő mérgező anyagok megszűrődnek és eltávolítódnak vizelet formájában a szervezetből. A nefronok által kiválasztott vizelet innen a vesemedencében, majd a húgyvezetékeken keresztül, a húgyhólyagba, innen a húgycsövön keresztül pedig a szabadba fog kerülni. Ezáltal tehát a vesék hozzájárulnak a test homeosztázisának a fenntartásához. C. Alkosson 4 kijelentő mondatot, 2 mindegyik tartalomra vonatkozóan, helyesen használva a tudományos nyelvezetet. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat. Vizeletürítés, illetve érgomolyag gyulladás. A vizeletürítés során a vizelet a húgyhólyagból a húgycsövön keresztül a szabadba jut. Ez lehet egy mondatunk, vagy pedig a vizeletürítést a gerincfelőben található vegetatív reflex központok irányítják. Az érgomolyag gyulladás a veséket érintő megbetegedés, tehát a kiválasztó szervrendszer megbetegedése, illetve tehát egy mondatban megfogalmazhatjuk az okait, vagy tüneteit, vagy csak egyetlen okot, vagy csak egyetlen tünetet, ami esetekben jót. A lényeg az, hogy helyes mondatot alkossatok, ne felejtsétek, hogy minden mondatban az adott tartalmak megjelenjenek. Tehát mindkét mondatotokban legyen benne az, hogy érgomolyaggyulladás vagy glomerulonefritis. Egyik oka például bakteriális fertőzés. Az utolsó feladathoz érkeztünk, az emésztésnek szerepe van a szervezet táplálkozási életműködéseinek megvalósításában. A. Mutassa be az emésztőrendszer egy betegségét, megjelölve a betegség nevét, egy okát, egy megnyilvánulását és a megelőzésnek egy módját. Én az epekövességet választottam, vagy epekű képződés, de ugyanúgy lehetne írni például a gyomorfekélyről, májcirózisról, vagy hasnyálmirigy gyulladásról is. Az emésztőrendszer egy betegsége tehát az epekövesség, amelyiknek egy oka a túl sok koleszterin termelődés, egyik tünete a hányinger, egy megelőzési módja pedig a higiéniai szabályok betartása és a rendszeres, változatos táplálkozás. Itt az ábrán láthattok több okot is, a bilirubin többlet vagy az epeürítési problémák is lehetnek okai az epekőnek, tünetei pedig hasfájás, lapocka fájdalom, válfájdalom, hányinger.
Mutassa be a zsírok vékony bélből történő felszívódását. A zsíremésztésnek a végtermékei a vékony bélben alakulnak ki. Először az epe hat a zsírokra, amely emulgálja őket, és ennek következtében a lipázok könnyen hozzáférnek a zsírmolekulákhoz, és glicerin zsírsavakra bontják őket. A glicerin egy vízben oldódó anyag a vékony bélből a bélhámsejteken keresztül passzív mechanizmus során könnyen a vérbe és a nyírokba jut. A zsírsavak a patkó és az éhbélben a micellákat képeznek az epesavakkal, majd bekerülnek a bélhámsejtekben vagy enterocitákban passzív mechanizmusok során. Innen a rövidláncú zsírsavak egyenesen a májkapu gyűjtőjérbe mennek át, míg a hosszúláncú zsírsavak kilomikronokat alkotnak, és ebben a formában kerülnek a bélbolyhókban található központi nyirokerekbe vagy lakteálokba. És az utolsó, alkosson egy mini-esszét a következő címmel, a táplálékok fizikokémiai átalakulása a szájüregben. Felhasználva megfelelő tudományos tartalmakat, egy cél volt, tartsa be a következő lépéseket. Soroljon fel a témával kapcsolatos 6 jellegzetes kifejezést, alkosson egy maximum 3-4 összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. Először is felírjuk a mini-esszénk címét, utána megfogalmazunk 3-4 mondatot, és végül kiemeljük a fogalmakat, amelyek feltétlenül témával kapcsolatosak kell legyenek. Ha lehetőleg 6-ot soroljunk fel, az nem gond, hogyha az általunk megfogalmazott szövegben annál több van. A táplálék a szájüregben a fogak által feldarabolódik, majd nyállal keveredik. A nyelv segítségével megtörténik a keverés és a falat kialakulása. A nyálban található nyálamiláz vagy ptialin segítségével elkezdődik a szénhidrátoknak a bontása. A kémiai emésztésnek az eredményeképpen pedig maltóz keletkezik. Láthatjátok, hogy több fogalom is van, de ezek közül nem soroltam fel, csak 6-ot, nyál, fogak, nyelv, falat, nyálamiláz és szénhidrátok. Köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok!